napokat vártam, a szépre is egy helyben álltam, miközben mindenki csak haladott. Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! A mai nap ismét meg fogunk nézni egy Luxury Dark videót. Ugye ez az a csatorna, ahol dolgokat rendelgetnék a Dark Webről. Ismételten el kell mondjam, hogy meg van játszva, valójában nem rendelik meg ezeket a dolgokat, tehát nagyon durva, hogy majdnem minden videó elején elmondom, és mégis minden videó alá leírják, hogy kamu. Lehet trollok, lehet nem, de hogyha nem trollok, akkor van baj a fejbe. Picit eltűntem így az elmúlt 6 napban, azt hiszem 6 napja nem volt videó. Igazából ez csak annak volt köszönhető, hogy kicsit pihentem, és átgondoltam ezt az egészet, hogy mit kéne csinálni a csatornán, mivel eléggé, hát nem tudom, ilyen monotonná vált az egész, amit a csatornán folyik. Le vagyunk ragadva néhány témánál, és azt csinálom folyamatosan, ami változtatni szeretnék a jövőben. Tehát van 4 téma, amikről videókat nézünk, vagy 5, és ezt ismételgetem folyamatosan. De most először érzem azt, hogy így a kreativitás az így kicsit így eltűnt, de rajta vagyok az ügyön. És tudom, hogy szeretitek ezeket a videókat, azért csinálom természetesen, de nem szabad sajnos ennyire leragadni. Egyébként még ezek mellett én zenéket is csinálok, nem tudom, hogy tudjátok-e, néha szoktam. És én még erre a hónapra ígértem egy videóklippet, ami hát vagy meg fog valósulni december végén, vagy elcsúszik január elejére. Ez majd még kiderül, lényeg, hogy ezzel is nagyon sokat dolgozok, szóval itt a csatornán kívül is vannak munkálatok, ami idővel majd látni fogtok. Hát nem húzom tovább a szót, nézzük a videót, az a címe, hogy rendeltünk egy feleséget a Dark Webről. Oh my god. What's up guys, welcome back to a brand new episode of Luxury Dark. So for this episode, Chester found a site on the Dark Web where you can find a wife. Now, I'm not really sure talált egy oldalt, ahol feleséget tudsz venni. Na, tehát talált egy oldalt, ahol feleséget lehet vásárolni, és ezt fogják megnézni. Már mi van itt? Van itt egy Alexandria, picit ilyen teltebb. Van Gart, van Marta, Gertrude, Eleanor, Eleanor, meg Voda, meg régen. Az igen. Milyen képeket rakott fel magáról a Pali. Maybe they're having trouble dating on other websites. There's like a lot of creeps out there. Bro, I'd imagine that there's more creeps on. Azért vannak ezen az oldalon, mert hogy a többi oldalon nincs szerencséjük. Okay, so let's look at these ones. Az ilyen rendes oldalakon, az ilyen Dark Webre folyamodnak. Garth, Alexandria. Wait, let's check out Gertrude. She looks kind of young. Oh, you like Gertrude? Okay. So her pictures look kind of. Egy kép van róla. Amúgy jó a legértelmesebb. It says that when she's kissed, it sends tingles down her spine until her whole body shakes. Mi az a tingles? She says, message me if you want me to kiss you until you're breathless. Uha. And hold you so tight that our bones will be grinding against it. Mi van? Írjál rám, hogyha azt akarod, hogy megcsókoljalak addig, amíg nem kapsz levegőt. Hát ezeket a szövegeket mindig le kell fordítozzam, olyan hülyén vannak megírva, vagy csak én vagyok autista angolból, nem tudom. És szoríts olyan szorosan, hogy hallani fogod, amint csontjaink egymáshoz csiszolódnak. Ez a mondatnak a második fele. Amikor csókolózok, bizsergés fut végig a gerincemen, amíg az egész testem megremeg. Ez meg az első mondat volt. Azta. Na jó, nézzük, nem tűnik jónak. I mean, that sounds kind of messed up, right? No, I think she's just trying to say that she's passionate, I think. Ebben megint csak a jót látja. We should try sending her a message. Chester. Hey, mindenben csak a jót látja. Örülök, hogy beszéltek veled. Okay, it looks like she just responded. She says, do you live alone? Are you alone? Egyedül vagy? Say, you're cute. Cuki vagy. Are you looking for a... Chester furán, mint a csaj, akivel beszélget. Hosszú távú kapcsolatra vágysz? Hosszú távú kapcsolatot keresse? Igen, össze akarok házasodni. Egyedül vagy? I'm looking to talk right now if that's okay. Egyedül kell élned. Nincsenek szobatársak, se szülők. Tehát a csaj az mindenképp azt akar, hogy egyedül legyen, Chester. Nem lesz a feleségem, csak látni akarom, hogy néz ki a való életben.
Ezek az emberek mindig éjszaka jönnek egyébként. Akiket a Dark Web-ből rendelnek. Hát érkezik a csaj. Következő este. Következő éjszaka. Remélem, hogy az olyan lesz, amit elképzeltél. Ez biztos, hogy nem olyan lesz. Szerintem jobban el lesz csesződve a csaj. Egy kapcsolatot akar, aki szereti őt. Hát de nem a Dark Web-en kell keresni Chesterként a szerelmet. Jó, Chester, sokat kell még tanulnia. Megjött. Szegény amúgy mindig szerencsét próbál. Mindig szerencsét próbál az ilyen Dark Web-es randi oldalakon, de eddig sose jött ki jól belőle. Igen. Ú, de szép. Hi. Gertrude. Yeah. Chester, no, nem tetszik. Nem engedsz be? Ú, Chester, nem örül ennek. Nem tetszik neki, nem is tudom miért. Kicsit magas, nem? Nagyon magas. Igen, ők is azt mondják. Nem is adsz csókot? Így egyből? Meg fogod csókolni, vagy mi? Akkor így néznek a csajra. Olyan magas. Sokkal magasabb vagy, mint Chester. Szeretem a magas lányokat. Fúj, mi van a bőrével? Figyeljétek már! Fúj! Mit csinálsz a Dark Web-en? Egy férjet keresek. Semmi furát nem találsz abba, hogy összeházasodj egy ilyen csávóval, akit még sose láttál? I'm kind of nervous. I've never really been in a relationship before. Oh, ha. Csak adj egy csókot. Gertrude, you mind if Chester and I talk for a second? Just wait right there. Megengedheted, Chesterről beszéljünk egy kicsit? Okay, come here. Chester azt mondta az előbb, hogy még nem volt ilyes volt a kapcsolata. Dude, she's not acting like how she did online. Do you want me to ask her? Nem olyan, mint ahogy online viselkedett. Vele akarja történni az éjszakát, Chester? A fel se tudjuk meg, hogy mik történnek ezeken az éjszakákon, hogy most lesz, van-e valami. Mit csinál? Valami van a kezével, hullik a bőre, vagy én nem tudom. Can she stay on the couch? I mean, bro, she's supposed to be your wife. I guess I can sleep on the floor. Mondta neki Parker, hogy hát a feleséged lesz, szóval veled kéne aludjon a te szobádban, nem? Chester pedig mondta, hogy aludhat a kanapén is, nem? Hát, valószínűleg vele fog aludni. Új, Chesty. Ebből baj lesz, Chesty. Elmentünk aludni. Okay, guys, so I'm chilling out here in my room. Chester and Gertrude just went to sleep. I gotta say that it seems like there's something really off with this. Hát igen, valami nem oké ez a csajja. Hopefully we can pick up with this video in the morning. Okay, good night, guys. Good night. Good night, Parker. Okay, so it's about 3:30 in the morning right now. Fél négy van. Fura hangokra keltem fel. Szóval megnézem Chestert és Gertrude-t. Ajaj, nem is rájuk. Yo, dude, is everything alright? I heard a noise. Vajjaj. Ójjaj. Valami történt. Fel se tűnik Parkernek, hogy fura amúgy a Chester, hogy a földön ül. This girl is so tall.
Nem tudom, miért, de ez a lány nagyon magas. Hát igen, nem a legkisebbek között van. És már megy megnézni, mit csinál a fürdőben. Az ott a haja? Chester! Téped a haja? Fú, ez fogak. Bocsánat, csak kicsit. Sose láttam még, hogy felnőtteknek a foga csak úgy kiesik. Ha lehet Chester picit vad, nem? Ah, nagyon elpoénkodom azt a részt, komolyan kéne vegyem, ugye? Bocsánat. Énekel. Most altatja Chestert? Chester. Chester. Yo, is everything all right? Did you do something to him? Valamit tettél vele? Mi történt? Chester! 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 Ez hangos volt egy kicsit. Yo, dude! Yo, you gotta wake up, we gotta talk. Mi történt Chesterre? Yo, come on! You gotta wake up, we gotta talk. Okay? Okay, come on. Let's go sit down and talk. Come on, buddy. Let's go. De nem kell saját magától. Na, mit csinált vele a csaj? Adott valami teát. Nagyon rossz íze volt, de nem akartam szemét lenni, hogy nem iszik bele. So you definitely think that this is something you should not have done. Dude, I mean, this isn't gonna turn me off of dating, but this girl, I hate to say it, but she was crazy. Yeah, you think so? Hát igen. I just don't know what was going through her mind. Okay, so no more dating on the dark web. Not for now. Mondta, hogy izé, akkor most nem fogsz többet dark webről randikat szervezni, ugye? Hát nem fog. Mindig ezt mondja. Hát nem tudom, Chester, mikor fogja megtanulni, hogy dark webről nem randizunk, tehát folyamatosan vele történik valami szar. Most így beleívott teába, és elkábult a pali. Egyébként lassan vége van. Amint lassan az összes Luxury Dark videót láttuk, lassan az összes Life of Luxury videót is láttuk, szóval hamarosan csak az újakat fogjuk megnézni, amik viszont csak fél évente vannak. Még biztos van egy-két rész, amit nem láttunk, azokat szépen be fogom osztani. Na, meg szeretném köszönni mindenkinek a figyelmet, ha tetszett, akkor azt jelezzétek egy like-kal, és csapassatok egy feliratkozást. A következő videóban pedig találkozunk, addig is jók lehetek. Sziasztok!